Ötödik fejezet, melyben kisvajkai és köröshegyi vajkai ákos bogrács gulyást, borjú szegyet, vaníliás metéltet eszik és rágyújt egy szivarra. Sárszeg kis pont a térképen. Semmi nevezetessége nincs, csak egy zenedéje, meg egy rossz könyvtára van. Az emberek alig ismerik, megvetően emlegetik, de vasárnap délelőtt, a Szent István templom előtt, a derült kék égben, láthatatlanul és irgalmasan, igazságosan és rettenetesen ott lebeg az Isten, ki mindenütt jelenlévő, és mindenütt ugyanaz, Sárszegen épp úgy, mint Budapesten, Párizsban és New Yorkban. Délelőtt fél tizenkettő kör van a csöndes mise. Erre az előkelő osztály jár, megyei urak, jobb hivatalnokok, gazdag polgárok, kik megkülönböztetik magukat a többi, közrendű halandótól. Velük jönnek feleségeik, eladó lányaik. Fiatal emberek kísérik őket, az udvarlók, kik hátul a pillérek mögött állapodnak meg a szentelt víztartónál. A leányok az anyjuk mellett ülnek, bebe pillantanak imakönyvükbe, fejüket a padra hajtják, és fölsóhajtanak, valahányszor csengetnek. Apró zsebkendőkkel törlik szemüket, mint a sírnának. Éles illatszerek nyilalnak a levegőn, egymással feleselve. Az illatok valóságos hangversenye ez. Ezért szagos misének is nevezik. Nem csak a lélek hanem társadalmi esemény is. Feltűnés keltett, hogy vajkai jég ezúttal hiányoztak. Rendes helyük a jobb második pad szélén üresen maradt. Ákos udvarra néző, nyírkos dolgozó szobájban hevert, kerevette török mintás szőnyegén. A kerevet kényelmetlen volt, keskeny, kurta, mint náluk minden bútor, köztövér teste sem fért el rajta, lábát nem tudta kinyújtani, csak úgy, hogy támlájára tette. De ezt már megszokta, nem is gondolkozott rajta. No, nem fázott, betakarta magát vastag, meleg, teveszőr takarójával. Nézte a mennyezet figuráit, majd elunva ezt, könyves polcához nyúlt, mert fektében is elért, kiemelve onnan a főrangú családok és a gótai almanak közül Nagy Iván 11. kötetét Magyarország családairól. Szórakozottan lapozgatta. Semmi különöset sem lett benne, hiszen ismerte már minden adatát, minden betűjét. A könyv hamar kihullott kezéből, és így gondolkozott. Vaníliás metélt. Vajon mi az a vaníliás metélt? Soha sem ettem ilyesmit, és nem is látta egész életemben. Fogalmam sincs, hogy milyen. A vanília idegen, izgató illatát nagyon kedvelem. Fölött épp kellemes lehet, ha az orrot csiklandja a szaga, és hízeleg az ígynek is, de vajon rajta van-e a gyengéden sárgáló tésztán a fekete, afrikai fűszer, avagy nélküle szolgálják fel a vendéglőben? Csak futóan láttam nevét egy pillanatra a túros gombóz, gyümölcs, hapkosár és magyaró torta között, mint álmodtam volna, mégsem lehet elfelejteni. Összeráncolt a humlokát, szigorúan elhessegett ezeket a bóhó, hozzá méltatlan gondolatokat. Pacsirta jól főz, ez kétségtelen, de legalább mindenki azt állítja. Természetes, a jól főz, nem is jól, hanem csodálatosan. Szakács művészetét nem győzik eléggé dicsérni. Régen de, mikor társaságok jártak ide, valósága ünnepelték. Céfra Géza is, a gaz fickó, igen, ő is. Igaz, hogy az étele készítésében egyéni, sem használ paprikát, borsot, semmiféle fűszert, és a sírt is vékonyan adja. Takarékoskodik, és helyesen teszi, mert kis vagyonkánk folyton fogy. Hozamányához pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni, nem is engedném. Én nem engedném. Aztán egészségre és a nehéz konyha, csak a franciás koszt, az való nekünk. Most fölült, szaglászott a levegőben. Különös orrában még mindig ott lebegett az étterem szaga. Kivehetetlenül makacsó tolakodva a bűzös illat, az illatos bűz, az a kegyetlen aroma, melyben a zsíron pirított hagyma párája érzik, elvegyülve a sós kiflik kömészagával és a sör kedves keserű komló leheletével. Visszafeküdt párnájára. Borjú dió, ez is rejté, Az ember a dió gerezdjére gondol, Édes, olajos, de nem az, hanem hús. Olvatak puha, leveses hús, mely azonnal elomlik a szájában. Nem érdektelen, jó előételek után, mert az étlap említ. Olajvaj, halból, vagy orosz izelítő. Ha-ha-ha, de furcsa, boszorkányos, ostoba nevek, habart tojás csirke májjal csuka fehérborban, vagy velő barna vajban. Hagyjuk ezeket a szamárságokat. Megigazította párnáját, hogy kényelmesebben feküdjön. Bacsírta, gyenge szegényke, a kövér is nem bírja a súlyos ételeket, gyakran hány. Mindjárt érdeke, hogy egyszerűen étkezzünk. Annál regmekebben sikerülnek azonban a tápláló becsináltak, a rízes húsok, főkép a rízes húsok, á, a rízes húsok, meg a pápista színű piskóták, meg a darás metéltek. Szó sincs róla, hogy azért valamikor is maradtunk volna, de hogy. Ja, hogyha ilyesmiket lehetne kapni a vendéglőben, ismerjük el, hogy sem rossz, de az otthoni, á, a jó otthoni mégiscsak más. Ákos most elfáradt, és megadva magát mindennek, ami jön, a szemét. Például mit tettünk tegnap? Erőlevest, egy csirkét, mágia rakást. Pontosan emlékszem rá. Semmi többet, semmi jobbat. Vesz és társa azon más tevet, ő bogrács gulyást evett, azt bizony. Nagyszerű zsíros, vérvölyös gulyást, szegedi paprikával, és a burgonyáról, mely még párolgott a lé, csöpögött, Mennyire szerettem fiatalkoromban, még élt szegény mama a bogrács gulyást, a borjú, valamint a marha pörköltet, és mióta nem ettem, annak a jó Isten a megmondhatója. Soha sem mertem rendelni, talán reávaló tekintettel, még akkor sem, amikor a vendéglőbe mentünk. Könnyű lett szemében elérzékenyült. Bűne ez! Azt mondják, az ördög incselkedik, a pusztában bőtől remetével. Hát, ha bűn, annál édesebb bánom is én. A bogrács gulyás nem lehet letagadni sem égről, sem földről az van a valóságban, van az asztalon, van vész és társ előtt, van az étlapon. A göböly rostélyos és ürű gerinc között mindjárt a szűz sült és párult fartő szomszédságában. Aztán a többi mind, az is van, a sertés oldalas, erdélyi fatányéros, rántott bárány, nem beszélve az angol, francia, olasz nyelvű ételekről, a a tornedoszról, a fritto az idegen nyelv zamatát lehelli, aztán sajtokról, kövérekről, soványakról, a pálpusztairól, pusztadőriről, trappistáról, és a borokról is, a csopakiról, az egri a mádi édesről, ezer jóról, ringatóról, és a leánykáról, mely karcsú üvegben kerül elénk. Leányka, kedves leányka, édes, édes leánykám! Nyílt az ajtó. Az asszony jött a takarításból. Rendetlenül folyt a háztartás, már elmúlt egy óra, csak most lett készen. Nem volt benne gyakorlata. Halkan lépett be. Azt hitte, hogy ura elszenderedett. De Ákos az ajra ilyetten nyitotta föl szemét. Aludtál? kérdezte tőle az asszony. Nem. Azt hittem, aludtál. Nem. Milyen sápat vagy? Dehogy. Valami bajod van? Ákos fölkelt a kerevetről titkos bűntudattal, mint a gyermek, kit valami csínyen kapnak rajta az ágyban. Nem mert feleségre tekinteni szégyenkezett. Éhes vagy, mondta az asszony, az a bajod, éhes vagy lelkem, hiszen tegnap este óta megint nem ettél. Menjünk a vendéglőbe, későn van, nem kapunk helyet. Siettek is, oly gyorsan elértek a magyar király elé, hogy csodálkoztak rajta. Az étteremben nagy zenebona volt, tányérok csörömpöltek, borfiuk vágtattak, pincérek, szágultak, maga a főpincér is ide-oda röppent a frakia fecske szárnyán. Számolt a papír cigarettadoboz hátán, visszaadott, markával kivetve az ezüstpénceket, fölvette a panaszokat, konyhába loholt, megint előbukkant, nyugtatta vendégeket, és emellett a vasárnapi lázban csupa figyelem, hidegség, nyugalom volt. Vajka jég asszalukhoz mentek, mert tegnap lefoglaltak. De ott egy három tagból álló, kedélyes társaság ebédelt. No, még csak ez kellett. A többinél is ültek, várakoztak kicsit. De az emberek vasárnap a pihenés kellemes érzetében akkurátosabban esznek, mint egyébkor. Fogukat is hosszan piszkágatják, kenyérgalacsorokat gyúrnak, melyeket szívesen eljátszanak a főpincér gyors szóval bocsánatot kért, és elszállt ismét a frakja fecske Az asszony azt tanácsolta, nézzenek át a másik vendéglőbe, a barosba. Ákos duzzog váldogált, a troppant volt, és étvágyat az ételek látása növelte. Most már azért sem akart eltávozni. Egyszerre két kar integetett feléje, környei bálint, a pálma mellett, a patkóasztalnál, egész hatalmas nagyságával fölállt, oda hívta őket. – Parancsoljatok ide! – De nem zavarunk benneteket. – Tessék ide, tessék oda! Mi már végeztünk, méltóztassék! A párducok már megebédeltek, asztalok tele volt morzsával, csak füstöltek, Jöttük Jöttükre mindenki fölállt, hogy illendően fogadják az új vendégeket, még szúnyog is, ki állandó ittassága, és 89 kilója miatt nehezen mozgott, vékonyodó lábain, bemutatkoztak átvették a házi gazdák szerepét, és kedvesek, figyelmesek voltak. Pincéreket csöngettek oda, azok lesöpörték nyomon az asztalt, tányérokat, új poharakat hoztak, étlapot nyomtak a két újonnan érkezett kezébe. Ákos a főparancsnok, és Szójvai a komikus között foglalt helyet az asztal végén. Feleség az asztal fölé került, Priborcai a lila hajú patikájus mellé, kinél csöppeket szokott venni, meg púder pacsirtának. Másik azt a szomszédja, az a magas elegáns úr volt, a kürtők alapos, ki már tegnap föltűnt neki, de nem tudta kicsoda, és a futó bemutatkozásnál sem hallotta nevét. Ez az úr szertartásosan kezet csókolt, ahogy tisztes matronának szokás, s finom, nem tolakodó figyelmével elárasztotta. Egyik ételt ajánlotta, másikról lebeszélte, mert ő ismerte a vendéglő konyhát, minden nap itt étkezett. Arca nyílt volt, bizalomkeltő, most borotválkozhatott. Állán még látszott a rispor, és bőréből a borbély műhely nem kellemetlen illatszere párolgott. Egyszerre odajött ehhez az úrhoz a főpincér, fülébe súgott valamit, az étterem egyik sarkába vonta. A főpincér itt átadott neki egy levelet, melyre azonnal válasz vár egy hordár. Orosz Olga írta, a primadonna, kivel nyáron még együtt laktak, és arra kérte, hogy miatt végképp elválnak, még egyszer látni akarja, jöjjön el okvetlenül. Most magázta őt. Zányi Imre zsebre dugta a levelet, intett, hogy nincs válasz. Megszokta ő már az ilyen komédiákat. Távol létét felhasznált a nép, és megkérdezte a patikáriust, tulajdonképpen ki is ő mellette? Mikor hallotta, hogy ő... Zányi Imre, a hős szerelmes, elcsodálkozott. Azt hitte eleinte, mondotta Pribocainak, hogy valami fiatal pap. A e divatos zsakettje, könnyed, világfias modora mindjárt egyebet sejtetett. Hát csak ugyan ő az. Még sohasem látta játszani, de már hallott felőle. A színész visszajött, ismét figyelt az asszonyra, kérdezett és hallgatott, összeszorítva vékony, szép ajkait. Majd beszélt, előadott záporos folyamatossággal, melyet francia társadalási darabokból tanult, kezét kicsi modorosan homlok elé emelve, azzal a mozdulattal, mert a színpados előszeretettel alkalmazott. Az asszony el volt ragadtatva. Csak leány korában találkozott efféle tapintatos, kellemes fiatalemberekkel azóta nem. Milyen friss, mennyire tudja az illemet, milyen bohém és mégis tisztességtudó, ki is fejezte örömét, hogy végre személyesen megismerte. Erre a színész fölkelt, meghajult, alig szimpadiasan, s ő tartott a szerencséjének, hogy ilyen igazán előkelő úri családdal megismerkedett. Lenn az urak politizáltak. Exlexről, delegációról, szélkálmáról beszéltek. – Á! – szólt környei. – Nagy koncepció államférfi. Óriási koponya. Pribocai ki régi 48-as volt, tüzeskedett. Azért talán, mert elment a Bécsi Albrecht szobor leleplezésére? Ő a magyar miniszterelnök. Szégyen gyalázat. Ez taktika volt? Felelt környei. Taktika, bollongott keserűen pribocai. Hát az is taktika, hogy Pesten a henci szoborhoz a mi fiainkat, a mi honvégyeinket vezényelték ki. Bám nem tett volna soha. Ez közönséges mameluk. Államérdek, szólt füzes felé. Pribocai most már dühös lett. Jó, törvény, igazság! busszantotta a kormánypárti ifjoncot. Schwarzgeb, zsoldos, bécsi lakány! Füzes felé mégsem tűrhette, hogy egy hatalma lévő magyar miniszterelnökről így beszéljenek, ami sok, az őki minden hivatos tekintét babonásan tisztelt, megkockáztatta. És a ti híres Kossuth Ferencetek, talán a tálcán hozza majd az önálló vámterületet? meg a magyar vezényszót. Azt ne básd! Ő, ami Kosutapánk apánk fia. Ezt te nem értesz, kisöcsém? Főzes felé elpirult. Mérgesen jegyezte meg, bizonyos peckes fölénnyel. Én tisztelem kosut és a politikáját, de kosut is, mint mindenkinek a világon megvan a maga fényoldala, és a maga árnyoldala. És szétnézett. De erre mindenki elkacakta magát, még környei is, még a legvénebb mamelukok is nevettek, akik szintén tudták füzes Feriről, hogy ez az igazi úri fiú nem volt ott, ahol az észt osztogatták. Füzes Feri pillanatra zavarba jött, majd azon gondolkozott, sérthete ez a hahotta egy gentleman és kereste, kit rovakáljon. De megbékítették, és ő tovább mosolygott. Ákos nem vett részt a vitában. Bánta is ő, Szél Kálmánt, meg Kossuth Ferencet. Nagyobb gondok, mélyebb kérdések foglalkoztatták. Magába süppedve ült, Lélejötti álmai kóvályoktak fejében arszán a rossz lelki ismert árnya sötétedett. Feleségre tekintett, az asztal fő már javában evett. Erre, mintha elhatározna valamit, összeráncolta a humlokát, föltette a vastag szemüvegét, belemerült az étlap szakszerű tanulmányzásába. Nem látta jól, mert a hektográfinta sok helyhöz elmosódott. Ezért a felső mellény zsebében lévő nagyítót is elővette, majd a liter arra már lesz szokta betűzgetni, és a szemüveg lencséjét megkétszerezve azon vizsgálta. Az ételek nemesi családfáján kereste azt, amiről már két napja szakadatlan álmodott oly odaadó szenvedélye és ügybuzgalommal, mint valami 16. századbeli vajkait és bozsót, kinek származása még nincs egészen tisztázva. Végre ráakadt, ezúttal a töltött bélszín és sertéskarai között szerényen, de sokat mondon állt a bogrács gulyás neve. Rábökött ujjával, és a pincér már is eléjetette. Remek szaga van, szólt Füzes felé. Ákost ez a megjegyzés bántotta. Miközben köze hozzá, hogy remek szaga van, erről majd ő maga győződik meg. És csak ugyan sápat, porcogós, majdnem halotti orrát az ezüst csészébe nyújtotta a piros lé felé, leforva a magának ezt az élvezetet is, egészen tüdeire szippantva a bográs gulyás illatos páráját. Füzes felének igaza volt, a szaga remek, de az íze, barátaim, az íze még remekebb. Mohón elfogyasztotta, kimártogatta tányér zsemje, darabokkal, akár vejsz és társa a díszműkereskedő. Ilonka, kiabáltak, Ilonka, zseméket, sóskifliket. Ilonka jött, a vendéglős 15 éves lánya, ki a kiürült fonott kosárkákat szokta megtölteni süteményekkel. Reménytel művészi álmaival témfelget itt apja éttermében. Színészne akart lenni a sárszegi kisfordi színházban, de erről a titkos vágyáról még senkinek sem beszélt, csak Zányi Imrét nézte mindig, némán, boldogtalanul, és utána sóhajtva ment a másik asztalhoz. Sápat volt, mint egy vizes zsemje. Nem iszol valamit? kérdezte környei. Nem, kérlek alássan, mondta. Én már 15 év óta nem iszom semmit. Szúnyog fölfigyelt. De ez jó, borkorcsolja, kapacitálta a főparancsnok. Megkívánja? No, öreg, egy pohárral. Talán egy kis sört, mondta vajkai, és Gára tekintett kérdően a háziorvosára. – Abban kevesebb a tartalom. Egy pohár sört, szólt oda a borfiúnak és utána kiabált, a legkisebb pohárral, fiacskám! Ivott pár kortyot mértékletesen. A fehér sörhab szürke bajszára tapadt, ez beszívta szájába, és lenyalta. Utána borjú szegyet rendelt, vaníliás metéltet, mely szerencsére még nem fogyott el, és kitűnő volt, majd sajtot, ementálid, és megevett nyomatékul két almát is. Nem árt meg, apa, szólt oda mosolygó szemrehányással egyszer a felesége, kit szórakoztatott a gyógyszerész meg a színész. – Dehogy árt meg! – feletek a többiek köztük Gál orvos is. – Még egy pohár sört! – indítványozták. – Nem, köszönöm. – Elég volt? – tiltakozott Ákos. – Lukulusz lakoma! – tette a nevetve, és érezte, hogy sovány hasa egészen megtelt. Vérré vált benne, mint barátbara a lencse. Környei Bálint belső zsebéből előkereste szivart tárcáját, melyen kívül vadász kutyafej volt művészi utánzatban, letolta a bőrleffentyűt, majd a két oldalt fölsorogozó szivarokat elválasztotta, szó nélkül elértette, megkínálta. Ákos kivett egy sötét, remek tisza szivart, egész természetesen leszakította a szalagját, és meg sem várta, hogy a komikus átnyújtsa a tolkését, leharapta végét. Szájába dugta. Szolvai tűzzel szolgált. Felesége látta ezt, kisé elámult, de Gál doktor sem tiltakozott, így ő sem rontotta a kedvét, tovább beszélgetett a magatársaságával. Az öreg Csecsemő móság a cucliszta szivarját, szopta nyáltól csillogó végét ezt a zamatos keserű csecset. A füst körül dohántó szűz szájpadlását, ismerős illatta csiklanta orrát, bódította agyát, zsongította öreg renyhevérét, régen eltűnt ízeket ébresze benne. Bánta is most, mit fecsegnek körötte közjogról, bécsi ármányokról, rejfuszról, laboriról. Hátradőlt székében és emésztett. Később egyet mást ő is bátorkodott megjegyezni. Leginkább a bőr szunyoggal társalgott, ki rengeteg immár elsüllyedt tudása mélyéről a bor, és pálinga tenger fenekéről búválként kincseket emelt föl, és a király adományozó levelek középpori latinságáról néhány becses, szakszerű felvilágosítást adott, mely Ákost érdekelte. Beburkolva a füst fellegébe, meleg hangulatban gubbasztott a társaság. Az étterem már majdnem kiírult, csak ők nem gondoltak hazamenésre. Fél négy volt, mikor megjelent egy ötven év körüli ember ki piszkos, kék puha inget viselt, dohányszín szín kopott felöltött, és látszólag nem is tartozhatott ez az úri társasághoz. Legalázatosabb szolgája, köszönt hangon, mint egy kéregető, és meghajolt, mint egy cigány. A többiek tegezték, helyjel kínálták. Arácsi volt a színigazgató, igazgató. tartott kezében, melyet ilyen derűs napokon is magával hordott, talán, hogy még szánalmasabbnak lássék, talán, hogy az a vándorbotot jelképezze, mert a nemzet napszámosai, az aktorok cipelnek bolyongásukban az országotakon. Folyton panaszkodt Bajról, nyomorúságról és hangja, melyel valaha szimpadi hősök keservét ordította, nyöszörgött. De azért volt egy házacskája, és városan túl egy szőlőcskéje. Meg az Agrárbankban vagy 200 ezer Napi teendőik közé tartozott az is, hogy ebéd után benézett fél órára a magyar királyba, és a városi urakkal barátkozott. Ákost, az új ismerőst azonnal kezelni kezdte. Mosolyogva a legalázatosabb, legbaráti mosolyjal, csodálkozását fejezte ki, hogy még nem volt szerencséje a színházban láthatni. Mi kérem! Csöndesen érdegélünk mondta Ákos, és a levegőbe nézett szerény otthonunkban. De remélem, most megtisztel bennünket, szólt a színigazgató, igazgató, és letett az asztal egy rózsaszín jegyet. Földszinti páholyi jegy volt. Nem tudom, szólt Ákos, és a feleségre tekintett. Az asztal tásság elhallgatott. Féri feleség tanácskozott. Ó, mondta az asszony elpirulva, nem szoktunk mi színházba járni, és furcsán vonogatta vállát. Zányi Imre megszólalt. Legyen szerencsénk, nagyságos asszonyom! – Mikorra szól? – kérdezte Vajkainé. – Holnap estére! – sietett megjegyezni a hűszerelmes. Mit is játszunk? – A gésák megy – szólt a komikus, ki vú alakította, és nagyon sok tapsot kapott ebben a szerepben. – Remek dolog – mondta a környei. – Nagyszerű a zenéje. – Ti még nem láttátok? – Nem. – Sokkal jobb, mint a kék asszony, és az az új divatos operett a szulamit. A zsidó operett? kérdezte Fitymálom füzes felé. Az, mondta környei fejével gyökkintve, én is ott leszek. Csak nem kapok kosarat, pillogott a színház igazgatója az asszony felé, két tenyerét feléje fordítva, humorosan játszott ripacs rémülette. Hát menjünk el, apa! Az asszonyok parancsolnak, jegyezte meg Ákos, általános derültség közepette, mert az a kedélyeskedés rosszul állt neki. Merőben idegen volt természetétől. Bohókás mozdulattal zsebre dugta a jegyet. Isten neki! Elmegyünk! Nagyon köszönjük! Az utcán nem beszéltek arról, ami ma történt. Sem az ebédről, sem a sörről, sem a szivarról. Minden érdeklédősüket lefoglalta a holnap esti színházi előadás. Egy sarkon, hol a falon fakeretben rozsdás drót alatt be volt rámázva a színlap, megállapodtak. Figyelemmel olvasták. Gésák. Vagy egy japán teáház története. Énekes játék három felvonásban. Írta Owen Hall. Zenész szerezte Sidney Jones. Fordították Fái Béla és Makai Emil. Kezdete este fél nyolckor, vége tíz után. Zányi nem játszott, amit sajnáltak. Csak szójvait. A többi színészt nem ismerték.